A Liftbe ragadt emberiség című spirituális kiállítás megnyitóján vehettek részt az érdeklődők csütörtökön a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az Átutazók Művészeti Egyesület hagyományos évvégi tárlatán 14 kiállító vesz részt alkotásaival. A középpontban az idei évben az elszigetelődés megszüntetésének és az egység megélésének asszociációi állnak. Én mindig csak egy ilyen programcímet fölvetek, és akkor annak a következményeképpen mindig az alkotók választanak. Tehát itt nincs külön kurátor, hanem itt az alkotók választják ki azt, amit ők úgy gondolnak, hogy hozzá tudnak ehhez tenni. És ugye ezt meg is fogalmaztuk, hogy mi nem világmegváltó őrültek vagyunk, akik így forradalmat akarunk csinálni a békért, vagy bármiért, hanem igazából csak látunk dolgokat, és a saját magunk kivezető útjait mutatjuk az embereknek, hogy mindenki találja meg a saját maga kivezető útját. Mihálka György, az Átutazók Művészeti Egyesület vezetője arról is beszélt, a járványidőszak elkülönítette az embereket, így a művészettel tudatosan is közösséget akarnak létrehozni, hiszen fontos a személyes jelenlét és találkozás, erre pedig nagyszerű alkalom egy tárlat megnyitó is. A kiállítást Aranyiné Molnár Zsuzsanna nyitotta meg különleges zenei és vizuális effektek kíséretében. Több éven keresztül már ért az a megtiszteltetés, hogy én megnyithatom az Átutazók Művészeti Egyesületnek a kiállítását, az év végeken ismétlődő kiállítást, aminek az aktualitásához soha nem fér kétség. Tehát mindig tudjuk. A lényeg ennek az egész dolognak minden alkalommal nagyon találó címe van. A mostani cím is egy nagyon találó cím, az elszigetelődésnek a megszüntetéséről szól ez az egész. Hívja, várja az embereket, hogy az egységet meg tudjuk élni. Ez az egységmegélés megjelenik a képekben, ez sugározza, és az egységben sokkal nagyobb a boldogság, és sokkal nagyobb örömöket és lelki békét tudunk megélni. Az Átutazók Művészeti Egyesület célja, hogy segítse a korunkat kiteljesedni. Ahogy ők fogalmaznak, a világon többféle irány van, mindenkinek a maga szabadsága, hogy merre tart, az ő szabadságuk pedig a művészet.